Nem lesz jó itt semmi, de mindegy. De így még szarabb. Igen. Nem jobb, de viszont szarabb. De nincs de viszont, bazd meg, nincs olyan, hogy de viszont. Ki vagyok attól, hogy de viszont. De van. Nincs de viszont. Dehogy nem, a sok faszkalap miatt már Jézus elfogadták és Isten. bevezették a magyar nyelvtanba, hogy a de viszont helyes. Igen, tehát ez a gondom, hogy a kibaszott sok analfabéta faszkalap helyett, hogy volt ez legutóbb, amúgy? Nem tudom. Kibaszott sok analfabéta faszkalap helyett, hogy megtanulna bazd meg írni, geci, ahelyett mindenki más tanuljon meg az ő hülye szabályaik szerint írni, bazd meg. Igen. Érted? Ez annyira röhelyes, hogy elmondani nem tudom. És kicsit egyébként félek tőle, hogyha mit elegen gondolják azt, hogy mondjuk pucéran mennek utcára, akkor ez elfogadott lesz. Nincs azzal gond, hogy valaki pucéran akar az utcára menni, ameddig jó néz ki. Én hozzátenném, hogy én dolgoztam szaunába, ahol pucéran kellett megjelenni. Egy kezemen meg tudnám számolni, hogy 4 év alatt hány olyannal találkoztam, aki inkább lenne pucér. Tehát, hogy Inkább ne lenne nem pucér? inkább lenne pucér, Ja. de tehát, hogy nem. Naked man! Oda nem azok járnak, akiknek jól áll a pucérság. Szaunába azok járnak, le akarják izzadni a hájat. Nem, mert azok is hülyék, bazd meg, és nem tudják, hogy nem arra való. Na mindegy, engedjük ezt el. Nem szakmázunk, mert nem értünk hozzá. Így van, amihez viszont... Mi az, amihez értünk? Tudom már. Hát figyelj. Ehhez értek, Mrs. McLean, észreveszek dolgokat. Jó van, Árgáid. Felvettük a kapcsolatot a Lukács Lacival, nem ért vissza, tehát nem leszünk Monster támogatottak egyelőre. Majd meglátjuk. Na. Miért jön Monsternél dolgozni? Ja nem, csak ugye kiraktak egy a Mi a faszvarról egy ilyen verk videót, hogy hogy készült, és ott monsteres pohárból ivott a Lukács. És azért beteggelt minket a nem tudom kicsoda, hogy Vegyek neked monsteres porod? létszi. Sapkám van, meg hűtőmágnesem, meg Vigyázz ragasztó. sapkádból! De minek, amikor amúgy is dobozban van, érted? Tehát... Ez kér sapkád. De Lukas, sapka. Lukas, Laci. Lukas. Na, mehetünk. Menjen! Szevasztok, srácok, én Jan vagyok mellettem. BB! Sziasztok! Ez pedig itt a Fülelő. Mielőtt bárki megszólná Igen. tollamat, nincs itthon, még mindig nyitva fodrász, viszont Észak-Koreában van. Elmentem Kim Jong-un személyes, personális fodrászához. Personal haircutter. Most Aki ez koreaiul. hatalmas, nem tudom észak-koreaiul lesz mondani, azt mondta, hogy hatalmas ektomorfan, és nagyon tetszett neki a kibeszélőnk az új lemezről, úgyhogy ingyér megcsinálja. Úgyhogy én a múlt héten nyomtam egy Budapest fennyen Budapestet, de megérte, nem? Hát úgy, pont úgy nézek ki, mint a bőcs vezér. Így, így. Nagyon gentleman lettél. Az gentleman. De izéd nem lett Ilyen. hozzá Mi? a atomrakétákhoz hozzáférő kód? Mert Ja, azért nem, az nem lenne rossz, tehát... azt nem. Az ügyben szerintem nem a fodrászát kell. Na igen. Én meg úgy gondoltam, hogy akkor ezt a rakodó munkás sapkát, ezt a friss előbe rendszeresítjük, mert Jake Lusz-os sapka? máshova úgyse tudom hordani, mert nem, az a baj egyébként, ha hideg van, akkor ugye inkább lehajtom és normális sapkaként, ha meg meleg van, akkor minek? Tehát, Hagyd hogy már le, hogy is hogy néz ki. hát akkor normális sapka. De hát kérdezik, Tessék. értem, tökké. Csak most tettem vissza. Ezt majd Nem vág tudom, ki, bazd meg. nehogy vágod. Ne, látják, hogy van hajam. Di Na. divat percek. Fületünk. Múltkor egészségpercek voltak, most divat te. És, de azt Fashion. mondta a Fred Durst, hogy nem rakunk a sapka alá fület, mert az buzis. Persze, a kendő alá se, hogy ne. Úgyhogy így kilóg a fülem, és akkor így meg legalább úgy, mint a héttörpe, bazd meg. Na. Pá, tűzzél bele kócsakat, és Robin Hood. Tényleg, Pár év múlva tényleg, egyébként bazd meg. gyerekek, az FF nem a Tesco ruhákat fog jelenteni, hanem Fülelő Fashion. Tényleg, bazd meg, betörünk a piacra. Betörünk a piacra. És elviszünk egy csomó ruhát, és Ennyi. aztán betörünk a H&M-ben, belopjuk a megadatos pólókat Júj, 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 ott Fülelő. mielőtt elfelejtem, két dolog. Az egyik az az, hogy ma nem fogunk rage-elni negatív kommenteken, ezt elengedtük. Tehát aki ezért jött, az most attól most megválunk gyorsan, mert nem fogunk most. Nem, muszáj megválni, csak csalódni fog.
Mert arra jutottunk, hogy akkor fogunk negatív kommenteket előcitálni, ha valami előremutatót és valami olyat tudunk belőle kihozni, mint például a múltkor, hogy valami okosságot tudunk hozzá mondani. Most az, hogy elmondják, hogy ti buzik voltunk, mi meg azt mondjuk, hogy nem, annak nincs sok értelme. A másik az az, hogy ma a Tatabányai vasútállomáson kettő nagyon rocker srác, meg egy nagyon rocker lány, tehát a tipikus kockásgatya, Iron Maiden-es felső, bakancs, ugye egyikbe piros, másikba fehér fűző, nem tudom, hogy ez már Nagy Magyarországnak számít, vagy minek. Ausztriának számít. Ja, most igen. Na, és az volt, hogy Budapestre mentek volna, és a négyes vágányról megy Budapestre a vonal. Bugyipest! Bocsánat, csak előrébb jár a gondolatba. És az ötös vágányról meg oroszlányba a másik. És a két srác meggyőzte a csajt, hogy szálljanak fel az oroszlányi vonatra. Majd az utolsó pillanatban leugrottak róla, és elkezdtek ugye izélni, de ez nem is arra megy, bazd meg! És a fél peronot mindenki jött, hogy úristen, jaj gyerekek, hát mondta a csaj. És akkor utána a csávó az egyik annyit mondott, hogy de rád nem hallgatunk, mert te lány vagy. A lányok csak arra jók, hogy basszák őket. És én ott álltam, bazd meg, hogyha hogy ezért alakul ki a rockerekről az a sztereotípia, igen, hogy zsíros hajú buta faszok, mert van, aki tényleg zsíros hajú buta fasz, bazd meg. Igen. Tehát, hogy ráadásul pont húsvétkor, amikor öntözzük, amikor kedveskedünk a hölgyeknek, igen, érted? Ha lehet, hogy meglocsolta. Volt énekesünk, csinálta azt, hogy húsvétkor a hátára verte a csajának, és azt mondta neki, vedd úgy, hogy meg vagy locsolva. De én azt értem, de még az is jobb. Jó, de várjál egyébként, most így citáljam ide El Bandit, hogy mire jó a nő a két F-re. Főzésre, mosásra. Igen. Ez a legzseniálisabb dolog, amit El Banditól hallottam. Az öt legzseniálisabb dolog között ott van. Amikor mi még Bárdosba jártunk egyébként, akkor ugye az volt, hogy a nő olyan, mint a parketta, ha egyszer jól lefekteted, akkor egész életedbe taposhatsz rajta, de ugye ezt se gondoljuk komolyan. Hát persze. A dagatnő meg ugye olyan, mint a moped, hogy tök jó vele döngetni, de ha meglátnak az utcán, azért az kicsit gál. Na, de nem, ezek mind olyan dolgok, amikkel nem értünk egyet, és csak így az elején, hogy így nekifussunk a fonogram jelölteknek. Hogy minket is büdös parasznak gondolnak, büdös parasz rockernek gondolnak. Nem, ezt csak úgy tudjuk, de nem gondoljuk így, érted? Egyébként szerintem ez a réteg, még visszakanyarodva ezekhez a rockersrácok, ez a réteg szerintem az, amelyik oda meg vissza van az összes Akela, Tankcsapda, satöbbi dalszövegére, ami ilyen... Igen. Az már nekik szerintem cizellát. Ennek a rétegnek szerintem így Akela. Okay. És ott megálltunk. Meg a Ferónak egy-két populárisabb története. Lehet. Meg ugye az Iron Maiden, de azt úgyse értik. Tehát, hogy az meg teljesen mindegy. Ha jó nézett ki a póló, persze. Igen. Nem, nyilván nem értik. Tehát. Ja igen, kiraktuk ugye a Number of the Beast-ből csináltam egy Beaster Egg című mémet mára, úgyhogy aki még nem látta, nézze meg. Tegnapra, ugye? Ja, igen, mert hogy ma amúgy húsvét hétfő van, és mi akkor is itt vagyunk, és nektek csinálunk adást. Ma, amikor ugye ezt fölvesszük, húsvét hétfő van, de ma, amikor ezt látjátok, már kell. Mikor voltam most akkor? Korán. Na. Még nincs befejezve a film, de a kazetta már kapható. Justán kazetta. Ez már minden részben benne. Minden részben lesz szürgolyok, mert imádom, bazd meg. Na, mondjad a fonogramosokat, mert az életben nem megyünk haza. Kihirdették ugye a fonogram jelölteket, magyar metal év, rock metal évlemeze kategóriába. Ott van ugye a Lazarstól a Lazars. Igen. Ott van a Leandertől az IV. És hogy van? Úgy. Az Eve című lemez. Ez így jó, vagy így? Nem tudom. Nem, mert ez így nem, a hat. Ez a hat. Hát ez már, hogy melyik a hat. Így a jó. Így ami a nekem jó. Hat, az nektek négy. Jó, oké, rendben van. Így van, az Omegától a... Mi ez? Testamentum. Testamentum.
Mi az, hogy mi ez, bazin? Hát mi, az mióta új lemez? Már ne is hallom. Amióta tavaly összejött ki. Tényleg? Persze, hát, vagy most év elején, a tökön tudja, de az elmúlt hónapokban. Az Omega csinált új lemezt? Igen. De ezt hallgatja még valaki? Mármint most nem akarok bunkónak tűnni, tényleg, mert apám hallgatja. De hogy... Na mindegy, jó, te Omegáltan a testamentum, így van, az ördögtől az ő három... Te rövidre zártad. Igen, hogy ne tűnjek túl bunkónak. Igen. És a tankcsapdától a Lilliput Hollywood. Mm. És hogy is mondta a kedves kommentelő? Melyik? Hogy a Lilliput Hollywoodot, hogy lehet odarakni az ő három. Ja, nem, mellé, nem, vagy... valahol olvastam, hogy lehet tényleg odarakni egy Lilliput Hollywoodot, egy ilyen mestermű mellé, mint az ő, hogy lehet egy kategóriába rakni egyáltalán. És igazából én ezt kicsit olyannak vélem ezt a tankcsapda jelölést, mint amikor a Metallica ugye 89-ben nem kapta meg a Grammy-t, mert a Jet Rotel kapta helyettük, nem a Metallica a Justice-ért, és onnantól kezdve 10 éven át minden évben kaptak egy Grammy-t, még akkor is, amikor a megcsinálták a Queen-től a Stone Cold Crazy feldolgozását Grammy. Csináltak egy filmzenét Grammy, de körülbelül ilyen szinten. Jó, és hát én a tétsérül is azt tudom elképzelni, hogy baszki, tehát hogy még egy életfogytigot még hiányolat egyébként, még egy funk felvétele. Ja. Lehet, hogy a fonogramnak is hívták a ringrendős Rhyme Police. Lehet. Biztos úr, de én piszkos úr. De menjünk rá nemzetközire, mert ott is meglehetősen nívós a mezőny. A váltóáramnak a lemezje. Igen, ez amúgy az AC/DC-től a Power Up. Én fordítok. Hát az a neve, hogy a lemeznek, igen. Joe Satriani-tól a Shape Shifting. Satriani Sándortól a mi? Shape Shifting? Alakváltás. Igen. Satriani Sándor. Ja, de bocsánat. Jó. Satriani Józs. De nem, mert a Joe, az éjjel-nap a Budapestből a Joe, az Sanyi. És nem tudom, hogy lett az Joe, de ő Sanyi. És bocsánat, ezt most így összekapcsoltam, ez van. Hogy jött ide az éjjel-nap a Bukarest? Mert az elején én még az asszony hatására néztem belőle egy pár részt, és akkor mondtam, hogy de ebben nem történik semmi, és abba hagyta. De tényleg. De ordinári emberek hőbörögnek. Ennyit ja, na, hát azért benne. Nem nézem. Na, igen. Na, megálltunk szusszanni a Metallica S&M 2-es felvétele előtt. Ezt nem fordítanám le. Symphonic and Metallica. Igen. Part 2. Igen. A Pearl Jam-től a Gigaton. Így van, akkor a... Mi az? A Gyöngylekvártól a Gigaton, az nem tudom mit jelent. Ez a Gigaton. A nagy nagyság, igen. És a Skillettől a Victorious. Azt meg nem akarom lefordítani. Miért? Mert nem szeretem azt a lemezt, úgyhogy azt engedjük azt el. Azt nem nagyon, de ez az Aftermath verzió. Az akkor ilyen DLC, vagy mi? Hát persze, mert ráraktak még plusz egy-két dalt, aztán kiadták ja, még egyszer. De ettől függetlenül se lett sokkal jobb. De egyébként, amit meg ráraktak plusz egy-két dalt, azok sokkal jobbak voltak, mint amit a lemezre raktak. De hát ez így szokott lenni, úgyhogy engedjük amúgy is el. Amúgy igen, hát megint nagy öregek. Akik már rég megcsinálták a jó cuccaikat kis túlzással élve, meg a Skillet, tehát... Igen! Meg a Metallica, akik még csinálnak szerintem egy jó cuccot. Te kinek adnád? Akár külföldi, akár a magyar, kinek adnád? Hát én a magyar szintéről az ő három nem akkora hatást gyakorolt. Meg igazából szerintem, ha rám nézel, akkor a külföldi is nyilvánvaló. Tehát. Ja, jó nálad a metal... De nem! De amúgy is nekik adnám, baszki! Amúgy is nekik adnám, persze, hát ebből az AC/DC-t nem annyira szeretem. Na jó. A Satriani-nak a Peregrine Wings lemeze kurva jó volt, de amúgy dobosként nem nagyon szoktam gitárlemezeket hallgatni. Lehet, hogy nagyon jó a Shape Shifting, de egyelőre nem neki adnám. A Pearl Jam-től a Gigaton hallottam, de... inkább egy Alive 20-szor, meg egy Ten lemez 20-szor, a Skillettől a Victorious meg, a kollega említette, van nekik jobb. Több is. Rizs és Monster kiadványok. Így van. Én simán odaadnám egyébként az AC/DC-nek, már csak azért, mert az legalább egy klasszikus sorlemez, érted? Ilyen szempontból gondolkodva. Jó, de igazad a Gigaton is. Tudom. De a Pearl Jam-et az szóba se jön nálam. Ja, értem. Mármint nem azért, én is bírom a Pearl Jam-et, de szerintem ez nem lett akkora dolog, hogy így említsük.
ezért nem is beszéltünk róla többek között, mert azért, mert volt, meg azért, mert volt 133 másik abban az időtájban, amikor az kijött. Úgyhogy én simán az AC/DC-nek egy ilyen stabil visszatérésre odaadnám. De ennyi. Meglátjuk, ki kapja. Nálam a magyar szintén az Ördög, Szoros Verseny, meg a Lazarus mögötte ott lenne. Így. Így. Igen. Ja, meglátjuk. Ki kapja? Ki kapja, Marja? Reméltem, hogy ezt nem küldöd rá, de... Jó van. Sosra okozok csalódást. És hogy maradjunk akkor a Pearl Jam-nál, ugye? Jam. Bocsánat, köszönöm. 2022 nyarára tolódott ugye a Gigaton turnéja, ami már tavaly is lett volna, aztán idén lett volna. Aztán jövőre lesz, július 22-én ugye a Pop László sportarénában. A Pop László a Grand Joe-nak, az jó, az a Darth Vader-ék? Azaz, de szép, gyönyörű, igen. Pop László. De az a jó egyébként, hogy a többi zenekarnál ugye már elpoénkodtunk azzal, hogy de az előző lemezt hozták volna, de jön egy új. Na most azért a Pearl Jam-re ez a tendencia, ez nem igaz, mert ők azért így ülnek pár évet egy lemezen, tehát ők szerintem még továbbra is a Gigatonnal fognak jönni. Én azért így megnézném még őket így. Lehet, hogy már ők is levezető korba vannak, de ezért én így megnézném még őket így. Hát igen. Több helyről hallottam egy pár éve egy koncertbeszámoló kapcsán, hogy azért egy Pearl Jam buli még mindig oda tud verni, úgyhogy... Azért. Meg hát tényleg más nem élőben hallani ilyen dalokat, mint az Alive. Nekem az. Even Float. Azaz! Új, de imádtam azt is a Guitar Hero-ba. Azaz. Nagyon jó az a dal. Ja, ezeket meghallgatnám én is. Akik viszont már új lemezzel jönnek, azok az Erőfarkasok. A Power Wolf. De jó. Akik nyáron új lemezzel jelentkeznek majd. Call of the Wild lesz a címe, és július 9-én kerül a boltokba. És ehhez kapcsolódóan bejelentettek egy Európa turnét is. Mindenki kezdi elengedni már ezt a 2021-et is, a Power Wolf-ék nem. Tehát ők elvileg a Barbanegrában játszanak október 20-án, osz majd ezt meglátjuk. Tehát, ha meg lesz tartva a koncert, akkor nem jár rosszul, aki elmegy, mert a csapat leggrandiózusabb és leglátványosabb színpadképét ígéri erre a turnéra. Csak én nem hiszem, hogy az idén meg lesz tartva. Hát igen, így, hogy ugye a nyári fesztiválok is el lettek már engedve, így azért, ja, egyre tolódik ki ez az időpont, hogy mikor térünk majd vissza a klubokba is. Tehát nagyon jó lenne, legalább azok az 500 fősök, érted, legalább azok működtek még tavaly. Most más sem. Ja. Hát nem baj, majd meg lesz az átoltottság, aztán megyünk duhajkodni. Resurrection by Erection. Ú, ezzel egyébként, ezzel az átoltottsággal én is poénkodni akartam. Na, tessék! Senki nem gondolja, hogy tipomagyar, hogy meg lesz az átoltottság, akkor én azt mondom. Én azt nem értem, hogy azt, hogy gondolják, hogy 2,5 milliót beoltunk, akkor nyitunk. Miért és a maradék 7,5 millióval mi van? Tehát, hogy érted? Engem nem érdekel, legyen rajtam kívül még 5 millió, aki beoltatja magát, azt engem meg hagyjon végén mindenki a faszon. Jaj, hát ez igen. Na jó, ez is egy másik. Igen, sör mellett bárkinek kifejtjük ezt, meg bárkivel elbeszélgetünk erről, akivel lehet. Ja, te Gyurcsányista fasz, igen, te! Nem oltatod be magad, te egész biztosan valós lipsi vagy! Libernyák köcsög! Na, jó van. Radics Peti. A lipsi kurva anyám! Igen. Engedjük el a kicsát! Bocsia, megvan a izé, amikor a pap ráírt, hogy a Walking Dead-ben. Ja, persze. Én az a, és akkor, érted, részeken keresztül mondja, hogy de Isten, ez nem te, és ki az Isten? Orbán Viktor! Anyád. Zseniális az a pali. Mármint a Radics Peti. Tehát, hogy félreértés ne esik. Nem gondoltam volna, hogy a Pohas Csutira gondolsz, hogy zseniális. Ja. Bár egyébként én komolyan mondom, ő is zseniális. Zseb Napóleon. Tehát aki...
aki tényleg kordába tud tartani egy országnyi embert ilyen kevés munkával. Ugye? Persze. De nem, érted? Egyébként... Boldog karácsonyt kíván, és akkor másnap ezen megy a szájtépés, hogy hogy megmondta a Viktor a köcsök balosoknak. De azért megnézted, most benézett ugye izéhez a reptérre, ahol hozzák a fiolákat, azért elég nagy táskák vannak már, eredeti obeng a szeme alatt, tehát hogy azért most már a Viktorunk is fáradna, valljuk be, hogy fárad, de mi igazi, meg jó van, engedjük ezt el ezt a témát. Hagyjuk, szerintem. Nem ér annyit, hogy bekerüljön a műsorba az ember. Menjünk át arra, hogy van egy kilépésünk. Így van, ugyanis a Betraying the Martyrs-nak az énekese, Aaron Metz, 10 év után lépett ki a bandából, mert hogy ő a saját projektjére szeretne fókuszálni ezután, pedig ugye a Rapture-t nagyon szerettük. Nagyon szerettük a Rapture-t, igen. És ez most egy tök nagy érvágás ilyen szempontból, de állítólag ugye már megvan a srácnak az utódja, és hát... Kajabálni többen tudnak, mint szépen énekelni, úgyhogy én azt mondom, hogy lehet, hogy jó lesz ez mindig. Igen. Ha a többi gárda megmarad, akkor jó lehet ez még. Hát a Rapture se durva jönök itt el a hátán. Így van. Hanem a hatalmas refrének. Meg a jó kis elektronika. Így van, így van, így van. Sújtja őket az ág egyébként az utóbbi években, mert nekik leégett a buszuk. Így, így. Van ez a frontember csere, de hát a kettő között leszállítottak egy ilyen baszó remez, mint a Rapture. Úgyhogy szavunk nem lehet, kíváncsian várjuk, hogy ki lesz az utód, és kíváncsian várjuk, hogy mikor és milyen lesz a következő remez. Így van, ugye 2 éve volt a Rapture, úgyhogy most már ők is így a... Szerintem a nagy pihenésbe otthon lehet, hogy ők is rákaptak arra, hogy dalokat kéne írni, mint mindenki más. Ajánlom, bazd meg! És akkor nagyjából ennyi is voltunk. Ja, egyik voltunk ja, már. Ja, meg akartuk még mondani, hogy mi lenne, ha a végén így elmondanánk, hogy mit tervezünk a hétre, vagy így az elkövetkezendő időszakra, mert hogy nem tudjuk, hogy jövő héten lesz-e friss. Igen. De ha nem lesz, akkor elmondanánk, hogy jövünk majd egy jó kis Soen kibeszélővel. De még hogy? Ugye? És még egy annál is jobb Enizoké kibeszélővel. Aztán van még tarsolyban egy jó kis Foo Fighters, mert hogy ugye arról is beszélni kellett, és saját magunkhoz kötődő tartalmak is vannak. Azt elmondjam, hogy nem mondom el, hogy mi. Kettő van a tarsolyban. Már hogy melyikre gondolsz? Hát a saját kis toplistás. Most nem ja. toppoló, tehát nem zenekar. Ja, tudom már, igen. Ezeket olyan régen vettük fel, is felejtettem, hogy vannak. Vannak. Hamarosan sorra kerül, és folytatódik a házaló is, belátható időn belül. Így van, úgyhogy nagyjából az elkövetkezendő 2 hétben erre lehet számítani. Aztán véletlenül jövünk jövő héten is, akkor ám legyen. Akkor majd update-eljük. Így van, elmondjuk majd újra. Yeah. Úgyhogy nagyjából ennyik voltunk mára, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, nyilván szóljatok hozzá bármihez, bármikor, bárhol. A én bárhol egyébként. Szóra lendi, bárhol, igen. Jaj, de szép. Már mondtuk. Írjál, iratkozzál, updátoljál. És szevasztok. És szevasztok. És azt se hallgathatjuk el. Igen, most már figyelek, de azért iszok közben. Van, dupla kávé! Van még egy kötelás a jelöltek között, pont ezt akartam mondani, a dupla kávétől a piros pohár. Pont kis... Van... Ki az, aki piros pohárba isz a dupla kávé? Melóba? Ja, várj, bocsánat, nem tudom, hogy mondtam nektek, van köteles polc a múlkutakon. Amikor a felső polc egy Leander, meg a dupla kávélem az egymás mellett. De várjál! Életem poénját lőttem el egyébként melóba, ülök ott a kis gépem előtt, és bent a másik irodában megszólalt az egyik hölgyemény, hogy annyira fáradt, hogy most egy kávé nem lenne elég, ő inkább egy dupla kávét kérne, és én meg beraktam az Egyszer fent, egyszer lent című örök klasszikust, és néztek bután, és mondom, nem vágjátok a dupla kávét? Nem, mi az? És akkor így ültem, hogy jaj, most a szívem egy kicsit megszakadt, pedig nagyon szeretem őket, de... Tényleg? Nem a dupla kávét, a csajokat az irodába. Tehát, ja.
nem a dupla kávé. De a dupla kávé az egy olyan dolog, mint érted a lagzilajcsi, hogy így nem hallgatod, de azért tudod, hogy van. Tehát persze, hogy tudod. Na és... De nem hallgatod, jó? De nem hallgatod, igen. Takata. 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 Taramarima takata. Takarina takata.